Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen összefüggésszerű lesz, amit mondok, inkább néhány dologra reagálnék. Na csak képviselőnek mondanám tisztelettel, hogy nem normál menetrend szerint működik a ház. És az ellenzék látható módon egy hatalmas hibát követett el, amikor hozzájárult ahhoz, hogy ne normál menetrend szerint működjön a ház. Mert akkor maguknak minden egyes interpellációnál itt kéne ülniek, hogy megszavazzák az interpelláció válaszának az elfogadását. Tehát maga nem mondja azt, hogy itt úgy működik a ház, mint korábban. Maguk kérték, az ellenzék szerintem hibás módon hozzájárult ehhez, és maguk utána van képük azt mondani, hogy nekünk nincs kedvünk itt dolgozni. Mit csinálunk maga szerint most itt este 9 órakor, hogyha nem dolgoznánk? Igen, vannak itt 4-en a 132-ből vagy 3-ból. Tehát maradjunk abba, hogy tudom, a templomba is a pap csak azokat tudja leszúrni, akik ott vannak a misén, akik nem mentek el, azokat nem tudja. De még egyszer, szerintem óvatosabban ezekkel a kijelentésekkel, hogy milyen fantasztikusan, normálisan működik a ház, míg az ellenzék lemondott az egyik legerősebb jogosítványáról, amiben tudja önöket valamilyen formában legalább a szavak szintjén ebbe a házba kontrollálni. Ez az egyik. Azt nem értem, én nem vagyok ennek a szakértője, de végighallgattam ezt a vitát. Azt mondják meg nekem, akkor államtitkár, akkor miért csinálják, ha ez nem ideológia maguk részéről? Hát elmondták, hogy minden ugyanúgy lesz, mint eddig. Szakemberek fognak dönteni, mindenki öregbe fogadhat, aki csak akar Magyarországon, akkor miért akarnak változtatni ezen? Ha minden fantasztikusan jól működött eddig, és most is ugyanúgy fog működni, csak egyetlen egy pici különbség van, hogy a pontot a mondat végére, azt majd a miniszterasszony fogja kitenni, de ő is csak kellő alázattal az alapján, amit a szakemberek mondtak neki, akkor mi az Istennek, már bocsánat, hogy én is ezt a szót használom, hogy önöket egy picit provokáljam. Mondja már, mert akkor miért kell hozzá egy politikus a végén? Hát ez egy szakmai kérdés. Egyetértek önnel. Ez a gyerekekről kéne, hogy szóljon, nem másról. Hát akkor minek, mi a csodának kell ebbe egy politikus még a végére? Hát azok a kiváló szakemberek, akikről ön beszélt. Hát azok nem tudják eldönteni, kell a végére Novák Katalin? Mint felsőbb én, aki eldönti, hogy jól döntöttek-e a szakemberek, vagy miért kell oda? Hát azért kell oda, mert politikát csinálnak belőle, mert ideológiát csinálnak belőle. És hogy nem szakad le a ház, hogy maga vádol bennünket ezzel. Én nem vádolom önt ezzel, mert mindent, kormányzati intézkedés valahol meggyőződésből, politikából, értékrendből fakad. Nincs ezzel semmi gond. Igen, mi másképpen gondolkodunk például a családról. Maga azt mondja, vagy önök azt mondják, hogy csak az a család, ahol házasság van. Miért csak az a család, ahol házasság van? Egy jogi papír az megváltoztatja a szeretetet két ember között? Hát szó sincs róla. Hát lehet itt, bocsánat, államtitkár, mi arról beszélünk, hogy a gyerekeket nézzük, nem jogi terminológiáról beszélünk, mert ezt kérték az előbb számon Varga Dam Andreán. Én nem jogi terminológiáról beszélek, én nem vagyok jogász. Nem tudom így megközelíteni, és nem is akarom ezt a kérdést. Úgy megközelíteni, hogy jogilag, dogmatikailag mit jelent a házasság fogalma. Nem érdekel. Az a része érdekel, hogy két ember úgy is fölnevelhet egy gyermeket, szeretetteljes közegben, hogy nincs róla nekik egy papírjuk. Én ezt mondom, és igen, ebben valóban teljesen más gondolunk, mint amit önök gondolnak. Egybe igaza van Nacsa képviselő úrnak, és ebben szerintem, akik ebben nem értettek vele egyet, azok tévednek. Való igaz, hogy házasságban, ha van gyermek, 1, 2, 3, akkor nehezebben válnak el az emberek. De azért válnak el nehezebben, mert meg akarják várni azt, hogy a gyerek fölnőjön 14-18 éves koráig, attól függ. Ezért való igaz, hogy akik házasságban élnek, és van 1, 2, 3 akárhány gyerekük, azok való igaz, hogy az elmúlt években nehezebben váltak el, vagy nem váltak el. Tehát ez az arány igaz, hogy csökkent ezeknek a száma. De kérem, bocsánatot kérek, itt a gyermek stabilizálja a házasságot, nem a házasság a gyereket. Itt nem arról van szó, hogy azért maradnak együtt, mert ők nagyon szeretik egymást, hanem azért, mert a gyerekkel nem akarnak kiszúrni. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy az a gyermek fantasztikusan gondoskodó és szerető környezetben nő föl. Lehet, hogy abban szenved egyébként szerencsétlen gyerek, hogy a két szülő tévesen fogja föl, hogy mi a gyermeknek az érdeke. Nem tudom, biztos van ilyen eset is és helyzet is. Tehát ezért én azt akarom önöknek mondani, hogy
Ha ennyire, például hadd mondják már meg nekem, ha ennyire fontos a házasság, akkor miért nem teszik lehetővé a meleg pároknak a házasodást? Hát ez lenne a logikus következtetés. Hát hogyha a házasság ennyire fontos, szakrális valami, akkor én azt gondolom, hogy érdemes lenne azon elgondolkodniuk, hogy a meleg párok számára biztosítsák a házasodásnak a lehetőségét. Hiszen akkor ezt a problémát megoldjuk, azt gondolom. Én azt látom, hogy van három olyan javaslatuk most. Az egyik az az imént tárgyalt egyenlő bánásmódhatóság. A másik ez a mostani igazságügyi kérdésekről szóló törvényben az örökbefogadás van beléleszve, és hogy ön is említette már az alkotmánymódosítás, ami teljesen világos, hogy politikai ideológiát képvisel. Semmi másért nem foglalkozunk ezzel ebben a házban. Most nem tudom, hogy Duró Dóra kapott önöktől megbízást, vagy Duró Dóra ad önöknek megbízást. Ezt most nem tudom. Mind a kettő rosszul hangzik. De hát mégiscsak arról van szó, hogy önök felénekeltették itt a Mi Hazánk párttal ezt a témakört, és most jönnek önök, akik ezt megoldják, ezt a felizgatott állapotban levő társadalmi problémát, és önök hozzák a megoldást erre a kérdésre. Hát akkor beszéljük már őszintén, semmi másról nem szól ez a kérdés, mint ellenségképkeresésről. És amikor a migránsok már kezdenek egy kicsit kifulladni, akkor kell valami mást is találni. Most megtalálták ezt az LMBTQ közösséget, megtalálták ezt a gender szemléletet, és most ez ellen harcolnak. És akkor legutóbb még azt mondták, hogy mi harcolunk valami ellen, mikor önök más sem csinálnak, mint egyik napra a másikra újabb és újabb ellenségképeket rajzolnak föl a parlament falára. Hát itt is erről van szó. És teljesen világos, hogy ez ideológiából fakad. Egy konzervatív ideológiával akarják tulajdonképpen ezt a kérdést leönteni. De akkor ne kérjék rajtunk számon, hogy mi pedig azt gondoljuk, hogy a családról is lehet másképpen gondolkodni, a házasságról is lehet másképpen gondolkodni, és az örökbefogadásról is lehet másképpen gondolkodni, mégpedig pont az alapján, a szempont alapján, hogy mi is a gyermek érdekét nézzük ebben a kérdéskörben. Én azt látom, hogy azért a világ megváltozott, tehát miközben ön kihirdette a végeredményt, hogy a házasságok száma növekszik, és akkor ez most már egy örökre tartó trend lesz Magyarországon. Én szeretném önnek a figyelmébe, hogy legutóbb azt hirdették, hogy egyre több újszülött gyermek van Magyarországon, és milyen fantasztikusak a statisztikák. Aztán egyik évre ez igaz volt, a következőre már nem. Tehát vigyázni kell, amikor egy év tapasztalásból akar levonni hosszú távú trendeket. Alapvetően azt lehet látni, hogy úgy egy ilyen 20-30 éves távlatban azért a házasság kevésbé lett trendi, vagy kevésbé lett gyakorlott, talán ez a jó gyakorlat, ez a jó szó. És való igaz, van nagyon sok olyan pár, akik úgy élnek egymással együtt, hogy nincs róla házassági papírjuk, és hogy most lehet, hogy ez vitatkozik, lehet, hogy ez most éppen 40% vagy 39% vagy 38% ebben az évben az előzőhöz képest, csak nehogy az legyen, hogy jövő évben lenne egy ilyen vita, akkor meg 42 lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a világ változott, és bizony ez a megváltozott világhoz érdemes igazodni, miközben egyébként elválni és könnyebbé vált az elmúlt időszakban. A másik, amire Varga Dam Andrea már utalt, hogy én figyelmesen elolvastam az újságcikkeket, érdekelt ez a témakör és a különböző elemzéseket, és én azt látom, hogy hát tulajdonképpen a célját nem fogja elérni, már ha az önök cipőjébe helyezem magam, vagy az önök szempontjából nézem ezt a kérdést. Tehát még innét is értelmetlen, és ezért megint csak ugyanoda mutat vissza ez a vektor, hogy ez egy politikai kampány. Ön mindig mondja ezt a hergelést, hogy mit szokott mondani, hangulatkeltést. Hát én azt gondolom, hogy pont önökre lehet azt mondani, hogy önök keltik állandóan a hangulatot, hogy aztán lehessen állandóan harcolni valamivel, hiszen hát megvan az a kiskapu, hogy ki tudják kerülni ezt azok az emberek, akiket éppen ki akarnak zárni ebből a lehetőségből, vagy akiknek minél nehezebbé akarják tenni a gyermekek örökbefogadását. Hát ha nem érnek el vele semmilyen eredményt, egyébként minden ugyanúgy fog működni, mint ahogy eddig, akkor valóban semmi értelme nincs ennek a törvénynek, a tartalmát tekintve, ha csak nincsen politikai céljuk ezzel. Márpedig én azt gondolom, hogy ezzel a törvénnyel, az alkotmánymódosítással és az egyenlő bánásmód hatóság beszántásával önöknek politikai céljaik vannak. Semmi köze nincs a gyermekhez, meg a gyermek jólétéhez. Ez egészen világos, és teljesen egyértelmű szerintem mindenki számára. Abban önnek igaza van, hogy én is azt vallom, hogy egy gyereket ugyanúgy lehet szeretni, vagy nem szeretni, mint ötöt, meg hatot, meg hetet. Tehát ebben azt gondolom, hogy van igazsága, éppen ezért érdemes odafigyelni, hogy arra, hogy ezt a kérdést valóban csak
a gyermekek szempontjából nézzük. És még egyszer csak zárásképpen mondanám, hogy azt a hivatkozást meg tegyük félre, hogy mi akarjuk rugdalni a gyermekvédelmi szakértőket, meg szakembereket, meg megsértjük azokat, az nem sértünk meg mit senkit sem. Nagyon erősen törekszünk rá, hogy önöket rugdaljuk és önöket sértsük meg, hogy legalább valamilyen hatást el tudjunk érni azáltal, hogy elgondolkodnak azon, hogy legalább megfontolják azokat a szempontokat, amiket az ellenzék akármelyik törvényjavaslatnál egyébként felsorakoztat, mert sok esetben ez a parlamenti működés ez ilyen süketek párbeszédévé válik. Egyébként az ilyen vitákat én jobban élvezem, mert itt van érvrendszerek, vagy legalábbis véleményeknek az ütköztetése, és ezért még egyszer köszönöm mindazoknak vagy kormánypárti képviselőknek a részvételét, akik ebben részt vesznek, mert valahol a parlamentnek valami ilyesmiről kellene szólni, hogy különböző vélemények, még akár hevesen is, néha akár túlhevesen is, vagy talán kellemetlen következményekkel együtt is, arról kéne, hogy szólni, hogy ezek a vitákban valami kikristályosodjon. Itt még nem tartunk, de legalább ezekről a kérdésekről ma egy-két törvény esetében lehetett érdemi vitát kicsiholni és lefolytatni, még akkor is, hogyha maximum abban értettünk egyet, hogy nem értünk egyet. Köszönöm szépen a figyelmet!